Németnyi Sándor meséi, kenyeri mesék. Elmondja Németnyi Sándor, a magyar kultúra lovagja. Titkos hajó. Kenyeri felett hömpölygött az éjszakai sötétség, néha egy tehénbőgés, egy lónyerítés hangja visszhangzott a fák között. Sanyi papa kitalálta a gyerekek vágyát, elhatározta, barátai segítségével épít nekik egy háromszintes hajót, aminek az alja áttetsző műanyagból készül, hogy lehessen látni a víz alatti életet, halakat, békákat, piócákat, teknősöket. Itt lesznek a gyerekek ágyai a terv szerint. Kenyeri legöregebb tölgyfájánál találkoztak, ami előtt egy feszület áll. Jenő bácsi, Feri bácsi, Jocó bácsi, Pista bácsi éjjel érkeztek a helyszínre. Fekete barbacs mellé a jó-jó névre hallgató kancát fogták be, mert a fekete baba kancának megsérült a lába. Ostoba a csacsi megharapta. A rába melletti erdőben jártak, miközben szalonnát valatoztak. Minden bokorból kiugrott egy-egy állat. Őzek, nyulak, vaddisznók, rókák, és az ágak közül madarak rebbentek az ég felé. Rájuk nyitotta a szemét a hajnal. Megérkeztek a titkos helyre, ahol hetek óta fűrészek zúgtak, fejszék csattogtak, kalapácsok érces hangja törte meg a csendet. Ijeszgették az erdő lakóit. Azonnal munkához fogtak, elvégezték a csodahajón az utolsó simításokat. Rögzítették a korlátokat, az árbócokat megerősítették, a kormánykereket ellenőrizték. Nehézkesen feltették a megszélesített szekérre az építményt. Időben elindultak. Dálánka partjára éjfél után érkeztek. Néhány jó barát várta a csapatot. Segítettek vízre tenni a titkos nevű hajót. Sanyi papa és Jenő bácsi kipróbálták, hogy jól kormányozható-e az emeletes meglepetés. Bicikli lánccal, pedállal működő vízpropeller van beépítve, mivel a vitorlás csak szélben működik. Eljött a reggel. Gyülekezett Kenyeri falu lakossága. Kevesen tudták, mi lesz a meglepetés. Franciska elsőként ugrott ki az ágyból, és Szuki kutyával lefeküdtek az udvaron a fűre, együtt szalonnáztak. Szép lassan gyülekeztek a gyerekek a Kossuth Lajos utca 23-ban. Mira és Maxi, Kinga, Levente, Abigail és még sokan mások. Felnőttek kíséretében elindultak a lánka partjára, nem értették, hogy miért is kell kimenni a közelbe lévő patakhoz. Hullámzó víz tárult eléjük, de semmi különlegeset nem észleltek. Egészen addig, amíg a halvány fények sugarába be nem úszott egy feldíszített, háromszintes, titkos névre keresztelt hajó. Egy felnőttnek volt benne hely, aki eldönti, hogy mikor melyik gyerek vezetheti a hajót. A langyos szellő belekapaszkodott a vitorlába, miközben a titkos hajó hangos bemondójából harsogott. Beszállás!
A gyerekek ámultak, bámultak a csillogó hajó látványától. Székek, ágyak, asztalok, még adóvevő is volt. Pici ablakokon csodálták a természetet, a varázslatos látványt. Mellettük hattyúk, vadkacsák, vadlibák úsztak. Levente kiabált, hogy a nád közül kiúszott egy kígyó, és feléjük tart. Franciska azonnal szaladt Sanyi papához, és a gyerekek ijjett szemekkel követték a kígyó útját. A nagypapa is elbizonytalanodott, hogy vajon tényleg kígyó-e, vagy ártatlan sikló. A gyerekek megjóvása érdekébe egy sűrű hálóval kiemelte a vergődő csúszómászót, a félelmetes hüllőt. Közelről megnézte, felnevetett, mert ez egy ártatlan vízisikló volt. Abigail azonnal szerette volna tudni, hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a két állatot. Elmondta, hogy ő már látott hasonlót a Nicknél épült műgátnál Miki papával. Papa azt válaszolta, hogy mindkét állat rágcsálókkal, békákkal, halakkal táplálkozik. A siklónak nincs méregfoga. A Magyarországon előforduló vipera veszélyes, a méregfogával öl. De itt nem honos ez a faj. Nem szabad egyikhez sem hozzáérni, tilos megközelíteni. A gyerekek megnyugodtak, papa megsimogatta a vízisiklót, tudta, hogy ártalmatlan jószág. Miközben zajlottak az események, papa tanácsait figyelembe véve, Maxi vezette a titkos nevű hajót. Kilométerenként cseréltek helyet a kormánykerék mellett. Rákanyarodtak a patakra, de itt már szükség volt a felnőtt segítségére. Mira az ablakhoz hívta a gyerekeket. Elmesélte, most haladnak el a ravaszdi róka otthona mellett, amelyet Maxival megmentettek, a doktor bácsi pedig meggyógyította sérült lábát. A csillogó-villogó hajó láttán összefutott a róka falka. Vonyításukkal köszöntötték a gyerekeket. Egyikük egy darabig úszott a hajó után. Felismerte megmentőit. A gyerekek elemózsihát dobtak vörös hátonak. Elégedetten úszott ki a partra. A hömpölygő víz sodrásában haladtak a nagy Rába folyó felé, majd kikötöttek Jocó bácsi házánál, ahol az ostoba névre hallgató szamár régebben beleesett a vízbe, de a baleset óta is boldogan éli nyugdíjas napjait. Jocó bácsinál egy gyerekbirodalom várta őket. A következő mesében kiderülnek a további titkok.